Jó reggelt kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Herman Róbert vagyok, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. Dr. Kovács Vilmos ezredes úr az intézmény parancsnoka hivatali távollétében, ugye éppen egy külföldi kiküldetésben van, nem tud jelen lenni ezen az alkalmon, és engem bízott meg, hogy az ő nevében és az intézmény nevében köszöntsem a Nagotba 1868 a Nemzetközi Tudományos Konferencia Magyar-Horvát Kiegyezés 150. évfordulója alkalmából című tudományos tanácskozásnak a résztvevőit és a megjelenteit. Engedjék meg, hogy külön és megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem dr. Boros Pétert, Magyarország volt miniszterelnökét. És Iván Busics urat, a Magyarországi Horvát Nagykövetség első helyettesét. És szintén nagy tisztelettel köszöntöm professzor dr. Szakály Sándort, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatóját. Ugye a rendezvény a Veritas Történetkutató Intézet és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös rendezvénye. Akik ismernek, tudják, hogy én érintőleg foglalkozom ezzel a korszakkal. Ugye a fő kutatási területem 1848-49, amely a horvát-magyar kapcsolatoknak, a nagyon hosszú időre kiterjedő horvát-magyar kapcsolatoknak nem annyira a megegyezéses, nem annyira az együttműködéses, hanem inkább a konfliktusos időszaka. De hogyha végig tekintünk azon a meglehetősen hosszú időn, amelyet magyarok és horvátok és magyarok egy államban töltöttünk el, ugye Szent Lászlótól egészen az első világháborús összeomlásig, akkor azért bízvást mondhatjuk, hogy az volt a kivétel, és a normalitás az inkább az volt, ami 1868-tól 1918-ig 50 éven keresztül ismét jellemezte ezeket a kapcsolatokat. Tudni illik, egy közös magyar királyságnak, majd pedig egy közös osztrák-magyar monarchiának voltunk az alkotó elemei, és nagyon lényeges, hogy ebben a tekintetben a két fél általában tiszteletben tartotta a másiknak a jogait, és inkább az együttműködésre törekedett. Ennek a nagyon hosszú közös történelmünknek megvannak a közös hősei, ugye elég, hogyha csak az elmúlt években rendszeresen ünnepelt Zrínyiekre emlékezünk, ahol néha még egy családon belül is nagyon nehezen döntötték el az illetők, hogy nekik a magyar vagy a horvát identitásuk-e az erősebb. És azt hiszem, hogy az ilyen tudományos konferenciák hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy ebből a közös múltból elsősorban azt keressük továbbra is, ami összeköt bennünket, és nem pedig azt, ami szétválaszt. Ezeknek a gondolatoknak a kíséretében engedjék meg, hogy még egyszer nagy tisztelettel köszöntsem Önöket, és felkérjem professzor dr. Szakály Sándor főigazgató urat, hogy ő is köszöntse a résztvevőket. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Azt gondolom, hogy a köszöntésnek azt a részét, amelyet Herman Róbert barátom megtett és üdvözölte a igen tiszteletre méltó vendégeinket, attól most eltekintenék, de én is köszöntöm őket a nevek felsorolása nélkül. És nyilvánvaló magam is hozzátettem azt, hogy személyesen vagy személy szerint nem ezzel a korszakkal foglalkozom, de azt kell mondani, hogy a magyar-horvát vagy a horvát-magyar együttélés, és főleg a dualizmus időszakától, és a konferenciánk is épp arról szól, hogy 1868-ban született egy törvény, a 30. törvénycikk, amelyik a két ország viszonyát, hogy így mondjam, rendezte, és a horvát-szlavón ország a Szent Korona országaihoz tartozó országá vált. És akik ismerik a történelmét jobban, mint magam, azok tudják azt, hogy először 29, később pedig 42 horvát képviselőt küldött a szábor a magyar országgyűlésbe. A 42-nél úgy emlékszem, hogy úgy tudom, hogy 40 a képviselőházba, 2 pedig a főrendi háznak lett a tagja. És azt is hozzá kell tenni, hogy a Herman professzor által említett időszakban elmondandó az, aki a Magyar Királyi Honvédség történetével is foglalkozik, és itt vannak néhányan a kollégák közül, és előadás is elhangzik majd, hogy mindazok, akik a horvátországi Magyar Királyi Honvéd alakulatoknál, vagy a horvát-szlavón csendőrségnél szolgáltak, el kellett, hogy sajátítsák a horvát nyelvet. Én itt említettem, hogy ennek volt betudható az, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök, Faragó Gábor vezérezedes, és még néhányan, akik nem horvát vagy szerb nemzetiségek voltak, kitűen megtanultak horvátul, mert a zágrábi 25. Magyar Királyi Honvéd gyalogezrednél enélkül nem nagyon lehetett elboldogulni. És azt gondolom, ez az együttélés, amelyik ugye utalás történt Szent Lászlóra, illetve Kálmánra, egy olyan időszak,
amely ugye, ha összeadjuk, egy jó 800-850 esztendős közös múltat is jelent. És én azt gondolom, hogy erről sokszor megfeledkeztünk, és mindig arról beszéltünk, hogy az osztrák-magyar monarchia meg együttélés az osztrákokkal, és úgy gondolom, hogy azért is lényeges, hogy most a 150. évforduló alkalmával megemlékezzünk erről a megítélésem szerint fontos eseményről, és ha megnézik ezt a kivetítőt, amit azt hiszem látnak ugye itt a Nagotban 1868-nál, ott van egy kép, amelyet Schwarzwälder Ádám kollégánk kerített elő, és tettünk oda, amint láthatóan a Magyarországnak, illetve Horvátország címere mögött áll egy derék magyar és egy derék horvát férfi, és kezet fognak. És én azt gondolom, ez a kézfogás elég hosszú időre tartott, vagy ez a bizonyos barátság, hiszen 50 esztendő telt el gyakorlatilag ugye a magyar-horvát vagy horvát-magyar kiegyezéstől a monarchia, illetve a Szent Istváni Magyarország összeomlásától. És azt követően, amikor megszületett az új Horvátország, és most nem az a második világháború időszakára gondolok, hanem gondolok a későbbire, azt hiszem, hogy a magyar-horvát kapcsolatok példamutatóak voltak, vagy példamutatóként lehet említeni más nemzetek sorában. Ez a konferencia pedig azt gondolom, hogy nem csak tisztelgés a 150 esztendővel ezelőtti esemény előtt, hanem azokat a pozitívumokat és esetleg vitás kérdéseket is fölhozza, amelyekkel szembesülni kell. Hiszen én azt szoktam mondani, talán erős túlzással, hogyha a történelmet szemléljük, vagy a történelmünket, akkor minden szemlélő a saját szempontjait veszi előtérbe, és azt szoktam mondani, hogy ha megírja a történetet a börtönőr és a rab, akkor nem pontosan úgy zajlik le minden. Itt nem a rabra és a börtönőről van szó a horvát-magyar viszonylatban, ne értsék félre, csak arra szerettem volna jelezni, hogy ki mire fekteti esetleg a hangsúlyt, és mit tart fontosabbnak vagy lényegesnek. Én azt gondolom, a leglényegesebb az volt, hogy 1868-ban egy példamutató megállapodás jött létre két ország között, és a Horvát-Szlavonország a Szent Korona országai közé tartozott, és hogy ezek miként, és hogy működött ez a 50 évig fennálló rendszer, milyen sajátosságai, érdekességei voltak, szerintem az majd az előadásokból kiderül, amelyek remélhetőleg hosszabbak lesznek, mint az én rövid felvezetőm, ami lehet, hogy is kicsit hosszabb volt, mint kellett volna. Köszönöm szépen a figyelmet. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Az a megtisztelő feladatom, hogy ülésselnökként az első szekciónak, a konferencia első részének a levezetésére vállalkozhatom. Úgy gondolom, hogy a köszöntők kellőképpen megalapozták azt, hogy, és megindokolták azt, hogy miért tartja szükségesnek mindkét rendező intézmény azt, hogy egy ilyen konferenciát rendezzünk, és a tudományos szakmai megalapozottság és a részletek, azok pedig az egész napos konferenciának fogják az anyagát képezi. Elsőként mindjárt szeretném is felkérni Sokcsevics Dénes tudományos főmunkatársulat, az MTA BTK TTI munkatársát, hogy tartsa meg előadását, melynek címe a 19. századi horvát nemzetépítés és a Nagotba. Tessék, parancsolj! Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a konferencián, amely meg akar emlékezni a magyar-horvát kiegyezés megkötésének 150. évfordulójáról. A magyar-horvát kiegyezés megítélése, illetve elhelyezése a horvát történettudományban bizony nem volt mindig egyformán pozitív, és a horvát közvéleményben sem, de erről majd Zsejko Holjevác kollégám fog beszélni. Én inkább azt mondom el, hogy miért és hol a valódi helye a magyar-horvát kiegyezésnek a horvát nemzetépítése, illetve nemzetállami törekvések sorában a 19. században. Annyit mindjárt előjáróban leszögeznék, hogy a horvát-magyar kiegyezés mai megítélése Horvátországban sokkal pozitívabb, mint akár 30 évvel ezelőtt. És ebben nagyon nagy szerepe volt annak, ami ma már elhangzott, hogy Magyarország és Horvátország között 1990 után nagyon jók lettek a kapcsolatok. Horvátország, illetve pontosabban Horvátország, Szlavónia
Dalmácia egy sajátos világot képzett már a középkorban is Szent István koronájának országain belül. A horvátoknak ugye nem egyforma mértékben, hiszen nem volt egységes Horvátország, azért is szándékosan említettem külön. Ugye külön volt Horvát Dalmátban és külön volt Szlavonban, nem volt azonos a tartományoknak a jogállása. Tulajdonképpen a török korban alakult ki az, hogy a Horvátországból, tulajdonképpen Horvátországba elmenekülő horvát nemesség Szlavóniában, jelentősében Szlavóniában talált menedékre, és Szlavónia és Horvátország gyakorlatilag egyesült a 16.-17. században. 1558-tól kezdve nincs külön horvát dalmát és külön szlavon rendi tartománygyűlés, hanem egyesített gyűlés van. Tulajdonképpen ezzel alapozódik meg a későbbi horvát történelem, illetve a későbbi horvát nemzetállami gondolat. Már gyakorlatilag már a 17. században megjelenik az a gondolat, hogy Horvátországot, Dalmáciát, Szlavóniát föl kell szabadítani a török alól és egyesíteni. Természetesen ekkoriban még mindenki a magyar korona keretein belül gondolkodik, de a horvátok már a 17. században a rendi országgyűléseiken féltékenyen vigyáznak az autonóm jogaikra. Ebben hoz annyiból változást a modern nemzetállami történet a 19. században, tehát az 1790-es országgyűléstől kezdve, a budai országgyűléstől kezdve. Kialakul egy politikai ellentét a magyar és a horvát rendek között, pontosan azért, mert ugye be akarják a magyar rendek vezetni a magyar nyelvet, és ugye be akarják a latin helyet vezetni Horvátországban is. Úgyhogy az 1848-ig egy konfliktusos időszak van már az országgyűléseken is emiatt, és csak viszonylag későn ismeri föl a magyar politikai elit, hogy tulajdonképpen hagyni kéne ezt a nyelvkérdést Horvátországban, de fölismeri. 1843-ban Veselényi Miklós a Szózata magyar és szláv nemzetiségihez című művében már megemlíti, hogy a horvátoknak hagyni kellene, békén kéne hagyni őket, és a horvátoknak otthon Horvátországban legyen a horvát a hivatalos nyelve. Sőt, Veselényi elfogadja azt is, hogy egyesítsék Horvátországot, Szlavóniát és Dalmáciát, sőt, még Isztria horvátok lakta részeit is hozzácsatolná ehhez a Horvátországhoz. Tehát tulajdonképpen már magyar oldalon is megjelenik a leendő 1868-as kiegyezésnek a elvi alapja, és ez az, amit aztán később, 1868-ban meg is valósítanak. Csak közben ugye a horvátoknál megjelenik egy olyan irányzat is, amely nem a magyar korona kereteiben gondolkodik, vagy legalábbis távlati céljaiban nem. Ez a délszláv egység mozgalom, amit Ludovit Gáj nevével szoktak fémjelezni, ő ugye a politikai vezető az előtérben, de valójában ez a délszláv egység gondolat ez sokkal régebbi, csak az benne az új, ugye a Gáj mozgalmában, hogy Gáj az orosz cárhoz írt memorandumában bizony kiveszi ezt a mozgalmat a Habsburg monarchia keretein belül. De ez egy titkos irat, erről senki nem tud. Akkoriban. Tehát ennyi a változás, de hivatalosan még Gáj is azt mondja, hogy a magyar alkotmányság keretein belül akarja megvalósítani a horvát autonómiát, de a teljes paritás alapján. És persze egyesítve a Habsburg monarchia délszlávok lakta területeit. Ez a hivatalos programja, a nem hivatalos programban persze már Szerbiáról is szó van, meg Bulgáriáról, tehát az egész déli szláv világról. 1848-ban tulajdonképpen az vezet szakításhoz a magyar és a horvát politikai elit között, mert a horvátok a teljes paritásban gondolkodnak, tehát ugyanazt kívánják Budapesttől, tehát Pesttől, mint amit Pest kér Bécstől. Tehát eddigre már kialakul a horvát tudatban, a köztudatban a horvát nemzetállam igénye. Ekkor, ebben a 1848 tavaszán a magyar elit még nem hajlandó ekkora kompromisszumra, majd 48. augusztusának végén, amikor már Jelas is készülődik a hadjáratra, akkor hajlandó, de akkor meg már késő. Ezek után ugye az történik 1849-ben, hogy amikor leverik a magyar forradalmat és a szabadságharcot, akkor gyakorlatilag a horvátok ugyanazt kapják jutalmul, mint a magyarok büntetésül. Ugye ezt annak idején Puszkinak tulajdonítják ezt a mondást, de bizony igaz, mert Horvátországban is bevezetik a neoabszolutista rendszert, igaz, nincs katonai kormányzás,
de a horvát közvélemény ebben az időszakban élesen szembefordul Béccsel, és egy óriási magyar szimpátia alakul ki. Ez azért fontos, mert ez vezet a magyar-horvát kiegyezés megkötéséhez majd 1868-ban. Amikor 1861-ben összeül a horvát szábor, és pontosan az a feladata, hogy eldöntse, hogy Bécshez, tehát Ausztriához, vagy pedig Magyarországhoz, a Szent Koronához akar-e csatlakozni. Ezen az országgyűlésen gyakorlatilag valamennyi horvát politikai erő tulajdonképpen egy kivételével a magyar oldalt választja. Egyébként Ferenc József legnagyobb megdöbbenésére. Ugyanis ő úgy gondolta, hogy a horvátok dinasztia hűek, és hát magyarokkal komoly konfliktusuk volt 48-ban, ennek ellenére a horvát politikai elit képviselői Magyarország mellett döntenek, de nem egyformán. Három politikai erő formálódik, és ez nagyon fontos, mert ez három különböző nemzetállami koncepciót is jelent, vagy nemzeti koncepciót. Az egyik, az egykori illír mozgalomnak némiképpen utódja, a horvát nemzeti liberális párt, Strossmayer püspök vezetésével, amely ugyan szintén Magyarországgal akar uniót kötni, de a teljes paritás, a teljes egyenjogúság alapján, tehát ilyen egyfajta osztrák-magyar kiegyezés mintájára, amit majd az osztrák-magyar kiegyezés hoz létre. A másik politikai erő az unionista párt, az egykori magyar barát pártnak az utódja, amely viszont Magyarországgal egy szorosabb unióra törekszik, de az nem igaz, hogy feltétel nélküli unióra, ahogy később a horvát történetírás főleg a 20. században állítja, mert tulajdonképpen egy becsületes unióra törekszik, vagyis igenis feltételekkel. Tehát a horvát belső önkormányzat teljes tiszteletbe tartását kéri ez a politikai erő is. És megjelenik ezen a 61-es országgyűlésen egy új párt, még csak pártcsira, a későbbi horvát jogpárt, Ante Starčević és Eugen Kvaternik vezetésével, amely a teljes horvát függetlenséget tűzi ki célul, amit mindenki ekkor illúziónak mond. Tehát például egy horvát képviselő, Mrázovic, azt mondja, hogy gyönyörű, szép, de ez illúzió. Hát természetesen az adott politikai viszonyok között egy teljes horvát függetlenség megvalósítása az valóban nem reális. Ez a három külön, a nemzeti liberális párt, a Strossmayer-féle pártnál ugye azért hozzá kell tenni, hogy nekik is vannak délszláv elképzeléseik, és ők tulajdonképpen titkon inkább a Habsburg monarchia ausztroszláv föderális átalakítását támogatják, és nem pedig valójában nem igazán a magyarokkal való uniót. De ezt csak titkon gondolják, hivatalosan azon a 61-es száboron ők is leteszik a voksukat a Magyarországgal való kapcsolat felújítása mellett, Ferenc József föl is oszlatja ezután a horvát szábort. A továbbiakban a horvát nemzetállam kiépítése, illetve a magyar-horvát viszony az osztrák-magyar monarchia belső viszonyaitól függet, az osztrák-magyar viszonytól, és hát a nemzetközi szintértől. Ugye 1866 a kulcsév, amikor ugyanis meghiúsulnak a Habsburgok németországi tervei, illetve a nagy német egységben játszott szerepük megszűnik, és ugye kénytelen a bécsi udvar kiegyezni a magyarokkal. Az osztrák-magyar kiegyezés viszont egy meghatározott pályára állítja a horvát elitet. A Strossmayer-féle nemzeti párt ekkor megpróbál kiegyezni Ausztriával, de már elkésett, hiszen az osztrák-magyar kiegyezés gyakorlatilag a kulisszák mögött már megtörtént. Úgyhogy 1867-ben nem marad más hátra, mint hogy a horvátoknak el kellene fogadni az új tényeket, a dualista államszerkezetet. Erre valójában a horvát nemzeti liberális párt, a Strossmayerek nem hajlandók. Megint feloszlatják a horvát szábort, új választásokat írnak ki, ezen viszont az unionista párt győzelmeskedik, tehát a magyar barát párt. Megteremtődnek a feltételek a magyar-horvát kiegyezés létrehozására. Ezt a kiegyezést a
Az egész időszakban, tehát a doista időszakban a horvát ellenzék elég keményen támadja. Tehát tulajdonképpen, amikor arról beszélünk, hogy a 20. századi horvát, illetve jugoszláv történetírás negatívan ítéli meg a magyar-horvát kiegyezést, akkor arról van szó, hogy a kortárs ellenzék véleményét veszik át egy az egyben. Ami tulajdonképpen történészi szempontból nem, módszertani szempontból helytelen. De ez történik. Gyakorlatilag az egész 20. században, a legutóbbi időkben ez már nem így van, de erről majd Horváth kolléga fog beszélni. Mi a valódi lényege a magyar-horvát kiegyezésnek? Mi hogyan helyezhetjük el a horvát nemzetállami törekvéseknek az egész történetében? Szerintem kulcs szerepe van, ugyanis 1868-ban az történik, hogy Horvátországnak az alapvető nemzetállami jogait a magyar fél elismeri. A magyar rész ugye a kulcs szerepet Deák Ferenc játsza, aki egyébként sokkal több jogot akar megadni a horvátoknak, mint amit Andrássy miniszterelnök. De maga a horvát unionista delegáció például visszariad attól, hogy a pénzügyi önállóságot megkapja. Nem meri vállalni a felelősséget. Ez egyébként később a legfőbb konfliktusok forrása lesz az elkövetkező 50 évben. Úgyhogy Deáknak igaza volt, amikor felajánlotta a horvátoknak, hogy legyenek pénzügyileg önállóak. Viszont mi az, amit megkapnak a horvátok? Az alapvető politikai céljaikat, tehát az alapvető nemzetállami kereteket megkapják. Ugye a teljes belügyi önállóságot, de hozzá kell tennem, hogy a maguk az unionisták se ülnének le tárgyalni a magyar féllel, hogyha ezt nem kapnák meg. Ez nekik is alapfeltétel. Tehát belügyekben, igazságszolgáltatásban, oktatásban, kultúrában teljes önállóságot kapnak. Önálló zászló, címer, horvát hivatalos nyelv. Érdekes egyébként, hogy a kiegyezési tárgyalásokon Deák nem akar ezzel külön foglalkozni, mert úgy gondolja, hogy hát ez a teljes mértékben a horvátok ügye legyen, ezt be se kell venni a szerződésbe. A horvátok ragaszkodnak hozzá, és jól teszik, mert később azért a dualista korszakban akad olyan magyar kormány, amely kétségbe vonná ezeket a jogokat. Például Bánfi Dezső kormánya. De beveszik, és egyértelműen világos a kiegyezésben, hogy Horvátország területén a horvát a hivatalos nyelv. Ugyancsak nagyon fontos, hogy megkapják a horvátok a jogot a horvát honvédség felállítására is. Ugye, ahogy Magyarországon is van, a közös hadsereg mellett van magyar honvédség, amelynek vezényleti nyelve a magyar, ugyanúgy Horvátországban is van horvát honvédség, amelynek vezényleti nyelve a horvát. Területi kérdésben a magyar fél nem csak Szlavónia és Horvátország egyesülését ismeri el, hanem a kiegyezésben, a magyar-horvát kiegyezésben három helyen is szerepel, hogy a magyar fél elismerő Dalmácia Horvátországhoz tartozik. Ezzel persze van egy kis probléma, mert az előző év decemberében a Ausztriában, tehát Bécsben már már Ausztria részévé nyilvánította az ottani országgyűlés a Dalmácia tartományt, de ezen túl teszik magukat a magyar-horvát kiegyezés aláírói, tehát a magyar fél az úgy tartja, hogy Dalmácia Szent István koronájának része. Az más kérdés, hogy a gyakorlatban később nem akarják érvényesíteni ezt a pontot, mert nem akarnak konfliktust Béccsel. De papíron ott van, hogy Dalmácia is része Horvátországnak. A másik, ami szintén fontos a területi szempontból, az a határőrvidék. Ugye a katonai határőrvidék lassan, fokozatosan alakult ki a török elleni küzdelmek, illetve főleg a török háborúk után, és ez gyakorlatilag állam volt az államban. Ugye nem csak Horvátországban, meg Szlavóniában, hanem Dél-Magyarországon és Erdélyben is, de ezt a határőrvidéket szintén a kiegyezés alapján egyértelműen odaígérik Horvátországnak, és ez a területi egyesülés viszont megvalósul. 1881-ben a határőrvidéket egyesítik Horvátországgal és Szlavóniával. Tehát gyakorlatilag a horvát nemzetállami törekvésekből a területi kérdésben is előre lépés történik,
és elvi alapon gyakorlatilag a horvát rendeknek a 17. század óta meglévő törekvését az úgynevezett 3-1 királyságról, tehát Horvátország, Szlavónia és Dalmácia egyesítéséről a magyar-horvát kiegyezés, a magyar fél elismeri. Tehát gyakorlatilag, és még ami nagyon fontos, ez majd éppen akkor merül föl az 1890-es években, amikor Bánfi Dezső meg akarja változtatni a magyar-horvát kiegyezés rendszerét, és ír egy elaborátumot Ferenc Józsefhez, amiben javasolja, hogy változtassák meg, mert így nem lehet együttműködni, túl nagy az önállósága a horvátoknak. Ferenc József egyébként nem hajlandó foglalkozni vele, pontosabban elutasítja ezt a javaslatot, és pont azt kifogásolja leginkább Bánfi Dezső, hogy ezt az egyezményt csak a két ország két törvényhozása, tehát a magyar parlament és a horvát szábor együtt tudja megváltoztatni. Miért fontos ez? Amikor azt mondják, hogy Horvátország a kiegyezés rendszerében csak töredék állam, szerintem ennél pont ez a pont azt mondja, hogy több, ez valódi nemzetállami felhatalmazás, hiszen gyakorlatilag azt mondja, hogy a horvát törvényhozás hozzájárulása nélkül ezt nem lehet megváltoztatni, vagyis nemzetközi szerződés jellege lesz ezzel a dolognak. Ezt kifogásolja Bánfi Dezső is, de Deák ezt szándékosan intézte így, mert így akarta bebiztosítani, hogy tulajdonképpen a horvátoknak a jogait. Deák komolyan gondolta, hogy a horvátokkal szemben pozitív politikát kell folytatni, és ennek a következménye az, hogy ez belekerült a kiegyezésnek a törvény szövegébe, hogy csak is a két ország törvényhozása együttesen változtathatja meg. Hát az más kérdés, hogy amikor a monarchia fölbomlott, akkor ezt mégsem vették figyelembe, mert ugye erről majd délután lesz szó, hogy 1918. október 29-én a horvát szábor végül is egy oldalon mondja fel az egyezményt. Ami az elkövetkező évtizedekben történt, az igazi jelentősége annak az egész magyar-horvát kiegyezésnek, ugyanis Horvátországban a 1868 és 1918-14 között leteszik a horvát nemzetállamnak az alapjait. Ugye az oktatásügy teljesen önálló, 1874-ben megnyílik a Zágrábi Egyetem, és végrehajtják a szükséges reformokat mind az igazságszolgáltatásban, mind az oktatásügyben, mind a társadalom minden területén, tehát a polgári reformokat. Ami nehezen indul be, az valóban a gazdaság, de az 1890-es években az is beindul, és éppen a monarchia közös piacának köszönhetően indul fejlődésnek a horvát gazdaság, és 1890-es évek elejétől egészen 1914-ig a horvát GDP folyamatosan növekszik, vagyis közel 25 éven át ilyen korszak a 20. században nincs a horvát történelemben, vagy horvát gazdaság történetben. Tehát az a föllendülés, ami jellemzi akkoriban például Magyarországot is, az Horvátországban is megjelenik, csak az alapok rosszabbak, tehát az eredeti gazdasági alapok, és ezért nem annyira látványos a fejlődés, de nagyon sok mindent megalapoznak, például az idegenforgalmat ebben az időszakban. Tehát gyakorlatilag Horvátországban mind a horvát tudományos életben, de még a sportegyesületek terén is olyan fontos alapokat fektetnek le ebben az kiegyezési időszakban, a dualista időszakban, amelyek meghatározzák a horvát kulturális sport és tudományos életet, és az egész horvát gazdasági fejlődés mind a mai napig. Tehát manapság, ha értékelni akarjuk azt, hogy mit kapott Horvátország a magyar-horvát kiegyezésben, akkor az alapmérleg az bizony inkább pozitív. Mi az, amit hiányolnak a horvátok? Hát a még nagyobb önállóság. De ha valaki elolvassa a korabeli magyar lapokat, az ellenzéki lapokat, hát akkor azt megtaláljuk ugyanezt magyar viszonylatban Bécs felé is. A magyar közvélemény se elégedett a dualista rendszerrel. Többet akar, teljes önállóságot, nagyon sokan legalábbis. Ugyanez a helyzet Horvátországban is, és ami viszont, amivel a horvátoknak igazuk van, az, hogy Dalmáciával nem sikerül az egyesítés, mert ugye a magyar kormányzat nem akar konfliktust Béccsel. Ebből a szempontból valóban hátrányok is érik a horvátokat, hiszen megérett a
helyzet a Dalmácia és Horvátország egyesítésére. Ugye az 1880-as évektől kezdve fokozatosan a dalmát városokban a választásokon a horvát pártok győznek, hiszen az olaszok aránya az 1910-es népszámlálásán mindössze 2%-ra csökken. Tehát egyértelműen abszolút horvát többségű, több mint 90%-os horvát többségű a tartomány, tehát az egyesítés az indokolt lenne. Ráadásul ugye a magyar-horvát kiegyezés szövegében is benne van, hogy az Horvátország része. Tehát emiatt aztán elég nagy az elégedetlenség, és ugye a 20. század elején fölerősödnek a délszláv egységtörekvések, amelyek nem függetlenek a szerbiai, illetve a balkáni eseményektől, ugye a balkánháborúktól, amelyben Szerbia nagyon megerősödik, és ugye megjelennek azok a törekvések, amelyek már a monarchiából kiszakadni akarnának. Ettől függetlenül hangsúlyoznunk kell, hogy a 20. század elején is a horvátok jelentős része nem akar elszakadni a monarchiából, igaz, a dualista rendszert úgynevezett trialistává akarná átalakítani, tehát horvát vezetéssel szeretné egyesíteni Horvátországot, Szlavóniát, Dalmáciát, Bosznia-Hercegovinával, esetleg a szlovénekkel, ha akarnak, és egy új egységet létrehozna a monarchián belül. Hát persze erre nincs igazi lehetőség, tudjuk, hogy Ferenc Ferdinándhoz fűznek reményeket ezek a trialista körök, azonban Ferenc Ferdinánd véleményem szerint inkább egy újra centralizációt szeretne, és nem valódi föderalizációt. De ezt azért fontos hangsúlyozni, mert egészen 1918-ig gyakorlatilag a horvátok többsége a monarchia mellett áll, és nem pedig a délszláv egység mellett. A délszláv egység mellett viszonylag szűk értelmiségi réteg áll. Igaz, az egyetemisták között nagyon magas az arányuk ennek a délszláv egység híveinek. Ezt azért fontos mondani, mert ugye az első világháborúban a horvát alakulatok nagyon is helytállnak, tehát nincs az náluk, hogy átállnának az ellenséghez, vagy megadnák magukat tömegesen, stb. Tehát a horvát alakulatok jól harcolnak, és tehát ez nem történne meg, hogyha a tömegek is szemben állnának már a monarchiával. Tulajdonképpen talán, ha összegeznénk az egész 19. századi horvát nemzetfejlődést és a kiegyezés rendszerében a horvátok helyét, illetve fejlődését, akkor azt mondhatnánk, hogy az alapokat lerakja Horvátország egy jövendő nemzetállam kialakításához a kiegyezés rendszerének köszönhetően. Ami nem sikerült ekkor a monarchia keretein belül, az viszont a 20. században még kevésbé fog sikerülni a horvátoknak, hiszen az egységes új délszláv államban 1921-ben gyakorlatilag a belgrádi parlamentben elfogadott alkotmány teljes mértékben eltörli Horvátországot a térképről. Tehát minden olyan vívmányt, amit az 1868-as magyar-horvát kiegyezésben megkaptak a horvátok, 1921-ben elveszítik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Sokcsevics Dénes kollega úr átfogó előadását. Jelzem a következő előadás címét és egyben előadóját. Kérem Eves Imre nyugalmazó tudományos főmunkatársát, ugyancsak az MTA BTK TTI-től, hogy tartsa meg előadását, amelynek címe a horvát kiegyezés alternatívái és a nemzeti érdekérvényesítés szubdualista intézményrendszere. Sékpáncsony. Tisztelt hallgatóság, kedves megjelentek! Engedjék meg, hogy mindjárt egy korrekcióval kezdjem. Amikor még ezt a címet megadtam, akkor azt gondoltam, hogy ezt a két hatalmas problémát egy előadásban el tudom mondani, mert ez a szubdualista intézményrendszert azt alig ismerjük, hogyan is működött a horvát minisztérium, mit csinált a horvát parlamenti frakció, voltak-e minisztériumi osztályok, amiket a törvény előírt a magyar ködös minisztériumban. Ha voltak,
ugye akkor mit csináltak, ha meg nem, akkor meg miért nem voltak. Ennek a vizsgálatnak nekiálltam, nagyon sok alapdolgot megnéztem, de úgy döntöttem, hogy ezt a kérdést most nem vizsgálom, hanem egy másik olyan problémát, ami a horvát historiográfiának a kiegyezés kapcsán egy alapkérdése, volt-e szentesített horvát törvény, amely alapján meg lehetett kötni a kiegyezést. Valóban szentesítette-e Ferenc József az 1861-42-es törvénycikket, amelyet a nemzetközi irodalom egyetlen kivétellel mindenütt állít, vagy pedig ez nem történt meg, noha ennek a megsértését tekinti általában a historiográfia, és ennek az el nem fogadását tekinti a historiográfia az egyik, a horvát kiegyezés egyik fontos kudarcának. Én már fél évszázaddal ezelőtti centenáriumi évfordulóra is alaposan áttekintettem az osztrák-magyar dualizmus szerves tartozékát alkotó magyar-horvát kiegyezéstől az új tények, összefüggések egész sorát feltáró tanulmányokat, de ezekből sohasem hiányzott a negatív végkimeten megelőlegezése, hogy a horvát dinasztikus lojalitás eltékozlásával birodalmának felbomlását elősegítő Ferenc József morálisan elmarasztalandó, hogy a Nagódba segíts szentesítésével a bécsi birodalmi központ kiszolgáltatta a gyengébb horvátokat a magyarok túlhatalmának, és 1868 után gyakorlatilag lemondott a két oldalú viszony befolyásolásának lehetőségéről. E szemlélet virulens továbbélését jelezték, hogy a sok nemzetiségű Habsburg monarchia történetét a világnyelveken feldolgozó nagy szintézisek monoton változatlansággal hangsúlyozták azt az elítélő véleményt a horvátok feletti magyar hegemónia intézményesítéséről, amelynek bizonyítására rendszerint az egyik legsúlyosabb sérelemnek minősítették a kiegyezési törvény azon rendelkezését, hogy a horvát autonóm igazgatást irányító bánt, az uralkodó a magyar miniszterelnök javaslatára és ellenjegyzésével nevezte ki. A kiegyezési joganyagnak ez az elszigetelt elméleti értelmezésének az elégtelenségét, leegyszerűsítő értékítéletét egyébként azóta már több ponton jelentősen differenciálta a dualista alkotmányos kormányzat működési mechanizmusát feltáró magyar kutatás, amely korán sem igazolta többek között a magyar kormányfő horvát ügyekben való permanens mindenhatóságát, hanem konkrét esetek egész sorában mutatta ki az uralkodó aktív, életkorától függően kétségtelenül változó szerepét a horvát politika alakításában és a bánok személyének kiválasztásában. Ennek a mondatnak a magyarázatára két rövid példa. A két legjelentősebb horvát bánt, Iván Mazuranicsot és Kunhédervári Károlyt Ferenc József választotta ki, ő terjesztette elő a magyar miniszterelnöknek, hogy javasolja neki a saját jelöltjei kinevezését. Úgyhogy a gyakorlat az ebben ment. Ezt már ugye 10 évvel ezelőtt is leírtam, megjelent magyarul is, horvátul is, de se nem cáfolták, se nem vették át. A históriai szemléletváltásnak egyik fontos állomása, hogy hazai szerzőnk tollából, aki Sokcsevics Dénes, napvilágot látott az első kísérlet a 19. századi horvát történelmi folyamatoknak a magyar és a Habsburg birodalmi erőtér kölcsönhatásában való bemutatására. Emellett kétségtelen, hogy számos újdonságot hozott a horvát autonómia képviseletét és jogosítványait érvényesítő parlamentáris és miniszteriális intézmények gyakorlatának az 1900,
a 2014-es konferencián tartott feltérképezése, noha ezekhez még hiányzik a közös országgyűlés horvát frakció működésének, személyi összetételének és a budapesti miniszteriális szakapparátus súlyának, rekrutációjának az átfogó vizsgálata. A kudarcot sejtető nemzetközi historiográfiai tabló sötét színnek forrása nyilvánvalóan abból a hagyományos megközelítési módból eredeztethető, amely vagy az 1848-ban felbomlott magyar-horvát államközösség kiegyezés általi restitúcióját elutasító horvát politikai irányzatok szemléletével rokon szemvezett, vagy a dualizmus létrejöttét benne a magyar-horvát viszony alakulásának adott formáját tekintette, a monarchia tartós stabilitását meghiúsító végzetét előidéző eseménynek. Alig méltányolták viszont annak a kétségtelenül egyedi történelmi körülménynek a jelentőségét, hogy a horvátokkal parlamentáris úton került sor kétoldalú megegyezés megkötésére, noha annak tartalmát és mienségét a dualista opciót választó birodalmi központ szempontjai és a kormányzati hatalomba került magyar liberálisok törekvései együttesen alakították. Egyúttal már a sorsdöntő helyszín szinte szimbolikusan jelezte az elsődleges magyar felelősséget Horvátország átalakuló Habsburg-birodalmi államjogi helyzetének a kialakításában. Erről ugyanis már nem a bécsi udvar uralkodói tanácsadó testületében, vagy a leépülő birodalmi centralizmus valamelyik grémiumában döntöttek, hanem a kiegyezés törvénybeiktatására alakult alkotmányos magyar kormány egyik első budai minisztertanácsi ülésén véglegesítették az elvi alapokat, amelyekről a magyar miniszterek az uralkodó elnöklete alatt együttesen határoztak a birodalmi külügyminiszterrel és a bécsi horvát szlavon udvari kancellárral. Kétségtelen, hogy ezek a kardinális határozatok nem teljes állami egyenrangúságot kínáltak Horvátországnak a kapcsolatok helyreállítására, hanem a kétközpontú monarchia többi részétől elkülönülő osztatlan államközösséget és az állami szuverenitás részlegesen megosztó szubdualista berendezkedést irányoztak elő, amely a belkormányzat, a közoktatás, a vallási ügyek és az igazságszolgáltatás vitelét utalta külön horvát végrehajtó hatalom és törvényhozás hatáskörébe. Deák Ferenc nagyvonalú konfliktus minimalizáló javaslata a horvát autonómia teljes pénzügyi önállóságának elismerésére viszont már megfeneklett magyar párttársainak az osztrák dualista partnert kímélő felfogásán, nehogy ez a precedens a magyarországi nemzetiségi viszonyoknál is heterogénebb Cisz-Lajtániában ösztönzést adjon a német dominanciát fenyegető cseh, lengyel és más nemzeti partikularizmusnak. A Habsburg birodalom históriai országaira épülő áramközi trializmust és a történeti államegységet felbontó etnoföderalizmust egyaránt elutasító magyar álláspont viszont erőteljesen irritálta a korabeli horvát közvéleményt, mert a magyar-horvát kiegyezés közös ügyei és intézményei nagyobb mértékben szűkítették a horvát autonómiát, mint az Ausztriával egyidejűleg fennálló birodalmi közösség Magyarország belső kormányzati önállóságát. Az újraépülő magyar-horvát államjogi és intézményi kapcsolatok aszimmetrikus elrendezésére viszont előteljesen hatottak a két nemzet eltérő társadalmi struktúráját, területi kiterjedését, demográfiai súlyát és gazdasági fejlettségét jellemző rendkívüli különbségek. Ehhez még szükséges hozzátenni, hogy ez a szubdualizmus intézményrendszerének kialakítása nem volt független a mintaadó előkép a horvát rendi különállás gyakorlatától, és erőteljesen hatott a közös államkeretben való évszázados együttélés tudata és hagyománya,
amely elsősorban a horvát arisztokrácia és a közéleti szerepet betöltő nemesi birtokosság soraiban párosult, a társadalmi érvényesülést nagyban elősegítő dinasztikus lojalitással. A rendi és polgári korszakot átívelő kontinuitást és az állami együttélés lehetséges következményeinek jelenítette meg Horváth részről általános tanulságokkal a gróf Széchén és a nemesi középbirtokos Bedekovics családok karrierjének alakulása és részvétele a magyar-horvát kiegyezés létrehozásában. A Széchének felemelkedése jellegzetes példáját mutatta a 18. század közepén magyar nemesi rangra emelt horvát határőrtiszti család egy generáció alatti betagolódásának a magyar arisztokráciában, ami egyúttal a szociális státuszváltással járó gyors és önkéntes asszimilációt eredményezett. Most nem megyek végig az egész család, a három generáció alatti hatalmas családi karrieren, hanem csak Széchén Antalnak a szerepét szeretném megemlíteni, aki továbbvitte az aolikus családi hagyományt, és ezt teljesítette ki a magyar és a birodalmi politikai színterén. Közismert, hogy a reformkorban széleskörűen tájékozott szellemi vezére lett a Habsburg monarchia, és benne a magyar államközösség megőrzését éppen a kossuthi liberalizmussal szemben hirdető magyar konzervatívoknak. Az 50-es évek végétől emlékirataival és a protoparlamentnek számító megerősített birodalmi tanácsban való fellépésével vállal döntő szerepet a birodalmi abszolutizmus és centralizmus lebontásában, az alkotmányos képviseleti kormányzásra való átmenet elősegítésében. Erről nagyon sok új adatot szolgáltat meggyőzően a legújabb osztrák kormányzat történeti kutatás. Ugyanis lényegében ezzel indult el az a alkotmányos dualista átalakulás közel egy évig tartó folyamata, amelynek az 1866-68. Évi végső fázisában a magyar parlamenti tárgyaló küldöttséghez tartozó Széchén Antal jelen volt és meghatározó szerepet játszott a horvátokkal való egyezkedés minden fordulójában. A másik régi nemesi család, a Varasd megyei Bedekovicsok egymásra épülő 19. századi nagyívű sikerei viszont arról tanúskodtak, hogy korán sem volt szükségszerű az asszimiláció, és a horvátoknak a rendi államban, a birodalmi és a magyar kormányszervekben, valamint természetesen a helyi vármegyei igazgatásban egyaránt nyitva álltak az államközi karrier kibontakozásának lehetőségei. Így például Bedekovics Ferenc, budai helytartó tanács és magyar kancellária hivatalnoskodás után első Ferenc egyik legbizalmasabb politikai tanácsadója, és 16 éven keresztül a magyarországi Békés vármegye főispánja. Lajos fia, 7 személyes tábla bírája, és egy évtizeden át a 48-as forradalmokig magyar arkkancellár Bécsben. A családnak a magyar államiságot elfogadó és azt tudatosan hasznosító, de horvát identitását őrző politikusi tradícióját a kiegyezés korában az unokaöcs Kálmán vitte tovább. A neoabszolutizmus évtizedének passzivitása után Varasd megyei Alispán, a magyar államközösségen belüli horvát autonómiát elfogadó Hungaroszláv Nemzeti Alkotmányos Párt képviselője az ágrávi Száborban, tevékeny részese aztán a kétoldalú tárgyalások zárófordulójának. Nevéhez fűződött 1869 elején Budán a Dalmát Horváth Szlavón Minisztérium megszervezése, és miniszterként megszakításokkal a két évtizeden át való vezetése, amelynek során a magyar kormánypolitika horvát érdekű ellenőrzésének és befolyásolásának
intézményét szándékozott megteremteni. Igaz, hogy 2 évtizedig Pesten volt miniszter, de se a magyar történetírás, se a horvát történetírás ezzelben nagyon sok mindent nem tud. Ezért határoztam el, hogy az idén nyáron elmegyek Varasdra, és ami teljesen érintetlen Bedakovics családi levéltárban, meg is nézem, hogy hogyan működött egy horvát miniszter. Ez a két kivételes családi életút ellenére a hagyományos horvát arisztokrácia és a nemesi birtokosság birodalmi szinten egyáltalán nem volt részese a kiegyezéshez vezető államjogi változások előmozdításának. No, a neoabszolutizmus sújtott a Habsburg monarchiában, a társadalmi presztízse és túlsúlyos gazdasági ereje révén továbbra is a nagybirtokos arisztokrácia bizonyult az udvarképes politikai érdekérvényesítés elsődleges elitcsoportjának. Az uralkodó környezetében az sem rendítette meg az arisztokrata befolyást, hogy 1849 után a centralizáció és a monarchikus abszolutizmus fedezete mellett a birodalmi egység érdekében modernizáló német és más nemzetiségű, főként cseh, de azért észrevehetően a horvát polgári szakbürokrácia is átmenetileg egyre nagyobb teret nyert az arisztokráciával szemben a központi kormányzatban és a regionális köz- és szakigazgatásban. A válsághelyzetben kibontakozó arisztokratikus érdekszolidaritás erejét viszont az mutatta, hogy az osztrák, cseh, a magyar és a lengyel aulikusok együttes fellépése vitte véghez a bürokratikus autokrata centralizmust leváltó nagy áttörést a történeti országterülettel és a birodalmon belüli alkotmányos képviselettel bíró parlamentarizmus általános bevezetésének és a nemzetállam építés lehetőségének a megteremtését. A horvát arisztokrácia és a nemesi földbirtokosság távol maradása az államjogi átalakulás első fázisában egész egyszerűen azokat a jelentős különbségeket tette kézzelfoghatóvá, amelyek befolyásolnak korlátait, gazdasági súlyának, a relatív gyengeségét mutatták. Míg a leggazdagabb horvát szlavóniai földbirtokosoknak sem voltak olyan nagyságrendű jövedelmei, hogy a politikai érdekérvényesítéshez huzamosabb jelenlétet biztosító reprezentatív lakóingatlan tartsanak fenn Bécsben vagy Pest-Budán, a két döntő hatalmi központban. A horvát előkelők közül egyedül a Pejácsevics grófi család rendelkezett a császárvázos közelségében, a magyarországi Sopronban, a városi házzal. A magyar aulikus arisztokratákat viszont 1861 után éppen a monarchia átalakulásának a nemzeti államiságot visszaállító kiegyezés esélyéül ösztönözték nagyszabású építési beruházásokra. A meglévő bécsi rezidenciák mellett a pesti palota negyed kialakítására, amely megteremtette a magyar fővárosban az udvarképes reprezentáció és társas élet színtereit. A horvát arisztokrácia kedvezőtlen birodalmi kormányzati megítélése és szerény presztízse viszont abban a politikai mellőzésben jutott kifejezésre, hogy a nagybirtok fellegvárának számító szlavóniai képviseletére a plebejus származású, egy linci kovácsmester és egy eszéki iparoslány fiát, az egykori udvari káplánt, a fiatal Ferenc József által elsők között kinevezett egyházi méltóságot, Josip Juraj Strossmayer diakovári püspököt, míg Horvátországból a frissen magyar nemesi, majd osztrák lovagi és bárói rangra emelt sikeres hajózási vállalkozót és kereskedőt, Ambrosz Vranicánit kínálták meg állandó tagsággal a válságkezelő konzultációra alakult megerősített birodalmi tanácsban. Mindkét polgári származású horvát politikus természetesen rendkívüli idegenkedéssel fogadta
a multinacionális arisztokrata frakció váratlanul átütő sikerét, a történeti állami jog restaurációját. Az októberi diploma kibocsátását követően ezért Strossmayer azonnal szót emelt Rechberg osztrák miniszterelnök az intézet memorandumában, a magyaroknak járó túlméterezett engedmények, a históriai államegység helyreállítása és a széleskörű magyar-horvát hivatali nyelv engedélyezése mellett. Most ezután ismertetném a Strossmayeri, az ausztrojugoszlavizmus genezisét és állami érvényesülését, de ettől most eltekintünk, hogy el tudjunk jutni egy nagyon fontos eseményhez, ennek a törvényciknek a kialakulásához. A Habsburg monarchia német dominanciájú is, 1861 után vagyunk már, és látszatalkotmányos parlamentáris centralizmusa, amelyet a februári pártön szabályozott, egyáltalán nem ígért kedvező kilátást a teljes körű horvát államjogi emancipációra. A szábor liberális többsége így a magyar mintát követve vetette el a közös ügyeket és a bécsi birodalmi parlament kompetenciáját, kiváltva ezzel az együttes elmarasztalást, a pesti és a zágrábi országgyűlés feloszlatását. A horvát nemzeti liberális elit egy markáns államhivatalnoki szakértelmiségi csoportja, amely már a neoabszolutizmus modernizáló hivatalszervezetében szocializálódott, és futott be jelentős karriert, ennek hatására sem helyezkedett közjogi sérelmi ellenzéki platformja, hanem nemzet és társadalompolitikai ideáljai valóra váltására pragmatikusan államigazgatási szerepet vállalt a birodalmi centralizmus kormányzatában. Az uralkodói rendelettel 1862 elején felállított bécsi horvát udvari kancellária és a zágrábi helytartó tanács, amely már a Magyarországa azonos szintre emelt horvát önállóságot és az állami elkülönítést jelentette meg, a kibontakozás számos lehetőségét ígérte az osztrák orientációt követő reformliberálisok intézményes működéséhez. Vezér alakjuk az első horvát udvari kancellár, a polgári származású 1848-os sokszállal kötődő irodalmár, liberális jogász Iván Mazuranics volt, aki a horvát nemzeti érvényesülés lehetséges keretének fogadta el a központosított parlamentáris Habsburg monarchiát. Stratégiai célkitűzése arra irányult, hogy az uralkodóval és a birodalmi parlamenttel kötött külön megállapodás, mint új korszerű szerződéses alkotmány kodifikálja a bizonytalan történeti érvekkel igazolt horvát autonóm államiság jogosítványait, garantálja területi restitúcióját, elsősorban a katonai határőrvidék és Dalmácia betagolását a báni igazgatás rendszerébe, valamint szabályozza a birodalommal vagyok közös ügyek rendszerét. Az alkotmányos birodalmi centralizmussal való horvát reformliberális megegyezési készség további fontos indítékát adta az a törekvés, hogy meggátolják a Szent Istváni államterület egészére kiterjedő magyar államiság helyreállítását, amelyet az uralkodó szentesítette 48-as törvények legalizáltak. A horvát reformliberális Merling lovagok, mint például Franjo Zsigrovics Pretocki udvari alkancellár közjogi eszmevilágában, ennek megfelelően a horvát állami egyenrogúság elismertetése korán sem képezte egyedüli feltételét Magyarország összmonarchiai helyzetének rendezésére, mert változatlanul mérvadónak számított a 48-as ausztroszláv elképzelés, a magyar államterület etnikai elvű belső föderalizálása, elsősorban a szerb vajdaság helyreállítása és a szlovák területi autonómia létrehozása. A Bécssel való horvát kiegyezés jelentősége
1863-64 fordulójától a centralista kormány erdélyi sikere, ami az 1848. évi uniós törvény érvényesítését és a februári pátens román és szláv képviselők általi elfogadtatást jelentette, mint az állami különállás és az alkotmányos parlamentarizmus érdekében kifejtett magyar ellenállás eszköze értékelődött fel a birodalmi politikában. A kormányzati pozícióban lévő reformliberálisok a rendeleti úton bevezetett monarchikus konstitucionalizmus alapokmányainak az októberi diploma és a februári pátens törvényesítéséhez, a horvát autonómia és a területi államegység megvalósulásának eszéjével szándékoztak megszerezni a szükséges hazai támogatást. Jó, igen, mindjárt befejezem, akkor jó. Tehát azt jelenti, hogy ennek a horvát nagy szábornak a közjogi határozatainak a sikeres érvényesítését állították központba. Ezek megszületésében és kivitelezésében Mazsuran is kétségtűl meghatározó szerepet játszott. A szábor képviselőjeként személyesen dolgozta ki az önálló államiság megalapozására szolgáló 42-es cikkeit, amely majd már mint a bécsi udvari dikasztérium elnöke készítette elő a horvát országgyűlés összes határozatáról, valamint a feloszlatásáról rendelkező uralkodói leírat tervezetét is. Ezt a nagy jelentésű államiratot tárgyaló minisztertanácsi üléseken minden esetre sikerült azt a szándékát keresztül vinni, hogy a legfontosabb probléma a Magyarországhoz fűződő horvát közjogi viszony olyan legfelső elintézés alá kerüljön, amely alkalmas megbékíteni a szábor feloszlatása miatt elégedetlen, csalódott, de hűséges horvát népet, és hozzájárulni a birodalmi parlament horvát bojkottjának megszüntetéséhez. A kényes politikai művelet végrehajtására az említett államjogi szábor határozat iránt egyetértő uralkodói akaratnyilvánítás nyomatékosítására nyilvánvalóan azért építette be a leírat szögve végébe az ilyen szokásos megerősítő formulák egyítékét a legfelsőbb királyi beleegyezésünk. Unsere allerhöchste königliche Genehmigung, previsni nášek krajevsk odobrienje változatot, amelyet persze erősen relativizált az uralkodó másik kötelezettségvállalása, hogy azt még majd királyi propozíció formájában fogja előterjeszteni a Magyarország gyűlése elé. Ez az az államjogi cikkely, amelyet a horvát historiográfia, mint az 1861. évi 42-es törvénycikket tart számon. Itt ugrunk egy nagyot, mert megnézzük azt, hogy mégis miért nem érvényesít ezt, ha ezt Ferenc József érvényesítette 1861-ben, akkor miért csak 1865-től beszélünk ennek a törvénynek az érvényesítéséről? Hogy az a törvény egyáltalán érvénybe kerül. Nagyon apró mikrofilológiai munkával sikerült megállapítanom, hogy ez nagyon tudatosan arra készült, hogy előkészítsék a birodalmi központtal való horvát kiegyezést. Ennek meg is történtek az előkészületek, összehívták 1865. februárjára a báni konferenciát, amelyhez teljes volt az elutasító bojkott, még olyan egymással szemben álló elemek, mint a későbbi horvát bán Rauch Levin és Strossmayer is összefogott, őket választották meg az egyetlen működő horvát választott testület, a gazdasági egyesület vezetőségém, amit természetesen a horvát udvari kancellár nem fogadott el. És ez is nagyon érdekes, hogy csak 1864-ben ezt a leíratot, csak 1867-ben jelentette meg a zágrábi helytartó tanács által kiadott törvénylap, és csak ekkor iktatta be hivatalosan a báni konferenc a horvát törvényt konstituáló jogforrások sorába. Ezt követően aztán a báni konferencia ülésére időzítve
1865. február 7-én írta le először nyilvánosan a kormánypárti orgánum, a Domobrán, a hungaroszláv arisztokrata nemesi ellenzék maradiságát bíráló sajtókampánya során, hogy az uralkodó az említett leíratával már régen megerősítette és törvényre előre emelte az 1800 és szentesítette ezt a 42-es törvénycikket. Az önálló horvát államiság jogalapjának szánt sarkalatos törvény kihirdetése és a reformliberális kiegyezés program egyidejű közzététele, tehát a 3-1 királyság államjogi betagolása a centralizált alkotmányos Habsburg monarchiába, politikai hatásában csak Deák Ferenc húcsvéti cikkének programadó jelentőségéhez mérhető, hiszen ezáltal a horvát politika élet szembesült saját államjogi legitimációjának törvénykenységével és a monarchián belüli pozíciószerző orientáció dilemmáival. Ehhez aztán következett egy nagyon programadó cikk, aminek a lényege szakítsunk a magyarokkal. Ettől kezdve aztán a horvát, egyetlen horvát lapot, a Domobránt elöntötték azok a cikkek, amelyek azt bizonyították, mivel az uralkodó szentesítette ezt a törvényt, tehát a magyar-horvát állami közösség helyreállítása egy lezárt fejezet, tehát most már, ha mi bevonulunk a birodalmi parlamentbe, ezután már nem lesz többé magyar-horvát állami közösség. Nagyon érdekes az a szempont, hogy mivel is indokolta Mazsuranić ezt a döntését, mégpedig azzal, hogy a magyar államközösség nagyon jól működött az évszázadok során, de most már új kihívások jönnek, az új korszakban Magyarország már nem a kívánatos partnere Horvátországnak, mert tőkeszegény agrárország, és Horvátország, hogy kitörjön a szegénységből, ezért a birodalom gazdagabb feléhez kell csatlakozni, és négy programja van ennek a horvát birodalmi kiegyezésnek: a területi államegység megteremtése, a alkotmányosság, a szláv népekkel való együttműködés intézményesítése a birodalmi parlamentben, és a nagyarányú társadalmi modernizáció, és ez volt az a kérdés, amelyen aztán összeütköztek a maguk a horvát pártok is, és ezzel magyarázható a már majdnem elért sikerrel az az ellenállás, amivel a reformliberálisok jó ideig szembeszegültek az osztrák-magyar kiegyezés, a magyar-horvát kiegyezéssel. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen Vesímeje előadását. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, a konferenciánk nem lehetne teljes körű, és hát természetesen erre törekszünk, ha horvát részről nem világítaná meg egy szakértő a magyar-horvát kiegyezés kérdését. Bejelentem következő előadásunkat, Zsieszko Holjevac, Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense. Előadást tart a horvát-magyar kiegyezés értékelése a horvát historiográfiában címmel. Előadását, horvát nyelvű előadását tolmácsolással fogjuk meghallgatni. Poštovani prisutnici, moje ime je Divaveri Zoltán, meni je pripavučev da tumačim reci gospodina Holjevaca. Divaveri Zoltán vagyok, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa, és a én feladatom, illetve engem ért az a megtiszteltetés, hogy Holjevac professzor gondolatait itt önöknek tolmácsoljam. Jó napot kívánok, dobar dan svima. Moja tema je malo drugačija nego što imate u programu konferencije. Jó napot kívánok, én témám, tematikám egy kicsikét eltérő lesz, mint amit eddig lehetettük hallani a előadások során. Ja neću govoriti o nagodbi u hrvatskoj historiografiji, nego o nagodbi sa hrvatskog stajališta, što mislim da je važnije.
Nem arról fogok beszélni, hogy horvát országban politikai értelemben hogyan zajlott a kiegyezés, hanem elsősorban azokra a gondolatokra igyekszem fókuszálni, hogy mi mindenről napjainkban, de mi volt a múltban is a horvát történettudománynak a megítélése. Zahvalan sam za mogućnost da vam se mogu obratiti na svome materinskom jeziku i hvala unaprijed mojem tumaču. Ezúton is szeretném megköszönni önöknek, hogy anyanyelvemen szólhatok önökhöz, és hát egyben megköszönni a tolmács csodás biztosítását is. Zakonski članak 12. Ugarskoga sabora o zajedničkim poslovima zemalja Ugarske krune s ostalim Habsburgskim zemljama iz 1867. u posljednjem je paragrafu neizravno spomenuo i hrvatske zemlje. Taj je paragraf propisivao da će se način na koji će posestrime kraljevine u mađarskoj verziji o Mađar korona Orsaga i Resek sudjelovati u ugarskoj delegaciji za obavljanje zajedničkih poslova s austrijskom polovicom dvojne monarhije ustanoviti kasnije. Stoga je u tijeku 1868. poslije pregovora između Mađarskog i Hrvatskog kraljevinskog odbora sklopljena hrvatsko-ugarska nagodba koja je sankcionirana kao zakonski članak 1. Hrvatskog sabora i zakonski članak 30. Ugarskog sabora. U tadašnjim hrvatskim novinama, na primjer Narodne novine, pisalo se o nagodbenom poravnanju između Hrvatske i Ugarske. Istodobno se u pojedinim mađarskim novinama Pešti naplo raspravljalo pretežno samo o mađarsko-hrvatskom sporazumu, međusobnom povjerenju i sl. O bilo kakvom izjednačavanju Hrvatske s Ugarskom nije bilo ni u hrvatskim, ni u mađarskim listovima, a ni u ostalim glasilima u Habsburgskom imperiju spomena vrijednijeg traga. Dapače, Die Zukunft u Beču pisao je o podjarmljivanju Hrvatske, Die Knechtung Kroatiens, a Novi Pozor u Zagrebu strahovao od pretvaranja Hrvatske u pokrajinu Mađarske države. Jedino su hrvatski unionisti tvrdili da se radi o poštenoj uniji koja će Hrvatskoj osigurati nacionalni razvitak, ustavni život, autonomiju i teritorijalnu cjelokupnost. Az 1867-es évi 12. törvénycikk, amely gyakorlatilag a közös ügyeket definiálta, utolsó paragrafusában a horvát területeket is megemlítette. Ez a paragrafus egyébként arról rendelkezett, hogy a monarchia ausztriai felével kapcsolatos közös ügyeket majd később rendezik. Ezért 1868-ban a magyar és a horvát királyi tanács tárgyalásai után megkötötték a horvát-magyar kiegyezést, amelyet a horvát szábor az első, a magyar országgyűlés pedig a 30. törvénycikkelyben tett a jogrend vagy a jogrendjének a részévé. Az akkori horvát újságokban, mint például a Narodne novine, ez magyarul népújságot jelent, Horvátország és Magyarország közötti kiegyezés összehangolásáról írtak. Ezzel ellentétben viszont a magyar újságok, mint például a Pesti Napló, többnyire a magyar-horvát egyességet, a kölcsönös megbékélést és hasonló témákat, tematikákat emelte a fókuszába. Hogy a törvény Horvátországot és Magyarország közjogilag kiegyenlítette volna, arról viszont sem a horvát, sem a magyar lapokban, de hadd tegyük hozzá, a monarchia egészének sajtójában nem esett szó. Sőt, a bécsi Die Zukunft egyenesen Horvátország úgynevezett szolgasorba döntéséről, Die Knechtung Kroatiens idézett a korabeli osztrák lapból írt, még a zágrábi Novi Pozor, ez új figyelmeztetés magyarra fordítva az újságnak a neve, pedig attól tartott, hogy ezzel Horvátország gyakorlatilag a magyar állam tartományává válik. Egyedül a horvát unionisták voltak azok, akik azt állították, hogy itt egy idézőjelben becsületes unióról van szó, amely biztosítani fogja Horvátország számára nemzeti fejlődést, az alkotmányos létet, az autonómiát, és végül, de nem utolsó sorban a területi sérthetetlenséget.
U preambuli Hrvatsko-Ugarske nagodbe pisalo je da su dvije ugovorne strane sklopile nagodbu za poravnanje nastavših među sobom državnopravnih pitanja. Iz te formulacije nije moguće zaključiti ništa drugo nego to da se spomenuto poravnanje odnosilo isključivo na interno rješavanje otvorenih pitanja, to jest reguliranje odnosa između Ugarske i Hrvatske unutar zemalja Ugarske krune, a nipošto na bilo kakvo izravnanje između tih dviju zemalja. Nagodbom između Pešte i Zagreba 1868. priznate su Hrvatskoj kao autonomnoj pokrajini s obilježjima državnosti u sklopu zemalja Ugarske krune samo one ovlasti koje je jamčio sankcionirani zakonski članak 42. Hrvatskog sabora iz 1861. Takvom nagodbom nije bila neovisnost Hrvatske utemeljena, kako je jednom rekao grof Antal Majlat, ali je Hrvatska ipak stekla status kakav u dualiziranom Habsburškom imperiju nije dobio ni jedan slavenski narod, kako se izrazio Mirko Šuhaj. S tog stajališta nagodba je, kako se ponekad ističe, bila uspjeh hrvatske politike, poglavito s obzirom na skromnu ulogu i periferno značenje Hrvatske u monarhiji kao cjelini. No u svemu tome posebno je ulogu odigrao Franjo Josip, koji je najprije primorao Hrvate da prihvate dualizam, a zatim je obećao da će hrvatsku autonomiju uzdržati čitav. Budući da je dualizam smatrao svojim djelom, iako taj oblik unutarnjeg uređenja nije nipošto proizašao iz njegovih želja, nego iz pragmatične nužde, vladar nije htio niti mogao dopustiti da bilo što dovede u pitanje dualističku ravnotežu. Hrvatsku je stoga prepustio Ugarskoj polovici, ali je ni tada nije želio sasvim izgubiti iz ruku kao čimbenika za kojim je bečka politika tradicionalno posezala uvijek onda kada je svodila neki svoj račun s Mađarima. A horvát-magyar kiegyezés preambulumában azt írta, hogy a két szerződő fél kiegyezés kötött, idézőjelben a korabeli megfogalmazás, a köztük lévő államjogi kérdések úgymond összehangolásából. Ebből a megfogalmazásból viszont csak arra lehet következtetni, hogy az említett összehangolás, szintén idézőjelben, kizárólag a nyitott kérdések belső megoldását, vagyis Magyarország és Horvátország közötti kapcsolatoknak a magyar általunk ugye Szent Koronán belüli rendezését jelentette, semmiképpen sem a két állam jogi idézőjelben kiegyenlítését. Az 1867-es pesti és zágrábi kiegyezéssel Horvátországnak, mint a magyar, általunk ugye magyar Szent Koronán belüli, az államiság szimbólumaival rendelkező autonóm tartománynak azok a hatáskörei ismertettek el, amelyeket az 1862-es Horvát Szábor 42. törvénycikkeje előírt. A kiegyezéssel tehát lényegileg nem volt biztosítva, idézőjelben, Horvátország függetlenségének a megalapozása, ahogyan azt egyszer ugyebár Majváth Antal gróf állította, de az kétségtelen, hogy Horvátország olyan státuszt nyert el a dualista Habsburg birodalmon belül, amilyennel Mirko Suhaj gondolataival élve egyetlen egy más szláv sem rendelkezett, ugye természetszerűleg a monarchián belül. Ebből a szemszögből, ahogyan arra már néha rámutatnak, különösen annak tükrében, hogy Horvátország a monarchia egészének milyen periférikus szerepet bíró állami alakulata volt, mégiscsak a horvát politika sikerének számított. Mindebben pedig kiemelkedő szerepet játszott az uralkodó Ferenc József, aki először rábírta a horvátokat, egyrészt fogadják el a dualizmust, ezt követően pedig arra tett nekik ígéretet, hogy a horvát autonómiát idézőjelbe, szintén a korabeli terminusra egyben fogja tartani. Mivel a császár a dualizmus elsősorban a saját művének tartotta, annak látta, és bár annak belső berendezkedése, tegyük azért hozzá, egyáltalán nem a saját akaratát, hanem sokkal inkább a realitást és a pragmatizmust tükrözte, ezért az uralkodó nem akarta, és nem is engedhette meg, hogy bármi is megkérdőjelezze a dualista egyensúlyt.
Horvátországot ettől függetlenül Ferenc József végül ugyan átengedte a magyar félnek, de még ekkor sem hajlott arra, hogy mint olyan tényezőt, már mint Horvátországot, amivel a bécsi politika magyar kérdés esetében tradicionálisan számolt, végérvényesen és egyértelműen kiengedje a kezéből. Jedno od naročito svojedobno prijepornih pitanja bilo je pitanje osigurava li Hrvatskoj nagodba s Ugarskom realnu državnost ili samo pokrajinsku autonomiju. O tome su se u razdoblju dualizma uvelike prepirali pravni eksperti u Austro-Ugarskoj i izvan nje. Jedni su smatrali da je Ugarska u smislu zemalja Ugarske krune unitarna država koja je s obzirom na Hrvatsku u visokoj mjeri decentralizirana, dopuštajući tek načelnu mogućnost da je Hrvatska u zajednici s Ugarskom eventualno samo neka vrsta fragment države. Drugi su dokazivali da su zemlje Ugarske krune savezna država, koja se sastoji od dvije federalne jedinice, Ugarske i Hrvatske, a one dijele sva prava i obveze koje proizlaze iz njihova ugovornog odnosa, dakle, raspolažu podjednakim atributima državnosti. Bilo je i onih koji su tvrdili da ni Ugarska ni Hrvatska nisu države, nego da je to jedna te ista državna zajednica koju one tvore, jednako kao i onih koji su Hrvatskoj priznavali pokrajinsku autonomiju ograničenu nedjeljivošću i nerazdruživošću zemalja Ugarske krune. Mindent összevetve a korszak egyik legfontosabb kérdése mégiscsak az volt, hogy mindegy, vagyis elsősorban ugye a horvát-magyar kiegyezés Horvátország számára reális valós államiságot biztosított, vagy csupán tartalmi autonómiát. A dualizmus időszakában Ausztria Magyarországon, de még azon túl, annak határain is túl is nagyban vitáztak erről a jogi szakértők. Egyesek azon az állásponton voltak, hogy Magyarország és a magyar, ugye, Szent Korona országai egy unitárius, egységes államot képeznek, amely Horvátország miatt egyben nagy mértékben decentralizált is, de nyitva hagyták azt a kérdést, hogy Horvátország ebben a közösségben vajon egyfajta úgynevezett, a korabeli terminusra élve töredék államnak számított-e. Mások azt bizonygatták, hogy a magyar Szent Korona országai egy olyan szövetségi államot képeznek, amely két föderális egységből, Magyarországból és Horvátországból áll, s így mindkettő osztozik azokon a jogokon és kötelezettségeken, amelyek a kettejük közötti egyezményekből következnek, vagyis mindkét fél egyformán rendelkezett az államiság ismérveivel. Olyanok is voltak aztán, akik egyenesen azt állították, hogy sem Magyarországnak, sem Horvátországnak nincs meg az állami léte, hanem a kettő együtt alkotja idézőjelbe egy és ugyanazon állam közösséget. Végezetül pedig olyan nézetek is megfogalmazódtak, amelyek Horvátország számára ugyan elismerték a tartományi autonómiát, de nyomatékosan hangsúlyozták, hogy annak területe felosthatatlan és elválaszthatatlan részét képezi a történelmi magyar államnak. Da kako u hrvatsko-ugarskoj nagodbi ima elemenata hrvatske državnosti. Člankom 4. priznato je Hrvatskoj pravo na zakonito sudjelovanje u budućim nagodbama između Beča i Pešte. Člankom 43. u vezi sa člankom 10. Hrvatskoj autonomnoj vladi pridržano pravo egzekutive, među ostalim i u državljanstvu, iako je inače bilo propisano da taj predmet podliježe zajedničkoj legislativi. Člankom 70. bilo je određeno da se nagodba može mijenjati samo na način na koji je isklopljena, dakle paritetnim hrvatsko-mađarskim dogovorom. Svakako najvažniji instrument hrvatske posebnosti, koji se mogao tumačiti i kao pokazatelj hrvatske državnosti unutar zemalja Ugarske krune, bio je članak 59. U njemu je pisalo da su Hrvatska i Slavonija politički narod koji ima posebni teritorij i u pogledu unutarnjih poslova vlastito zakonodavstvo i autonomnu vladu. Uza sve to mora se imati na umu da je Hrvatska u razdoblju dualizma bila dio ugarskog političkog okvira,
koji je prema slovu i duhu Austro-Ugarske nagodbe posjedovao pravno nadređene atribute državnosti. Istodobno su hrvatske mogućnosti participiranja u toj nadređenoj državnosti bile simbolične, a mogućnosti uživanja u vlastitoj ograničenoj državnosti u isto vrijeme svedene pretežno na skromnu deklarativnu razinu od koje u praksi nije bilo velike koristi. Bogoslav Šulek, autor dijela Hrvatski ustav ili Konstitucija godine 1882. napisao je da, citiram, sve što se od naše vlade podnosi kruni na potvrdu ili potpis, ide onamo preko hrvatskoga ministra u Budimpešti, koji je član ministarskoga vijeća, a odgovoran samo Ugarskomu saboru. U ministarskom vijeću se sve to onda rešeta i što ministrom nije počudi, vraća se banu s primjedbom da se to ne može podnijeti kruni, već neka ovo ono promijeni. Kraj citata. Reálisan szemlélve, ugyanakkor az is tény, hogy a Horváth-Magyar kiegyezés természetszerűen tartalmazta a horvát államiság elemeit. A negyedik törvénycikk elismerte Horvátország jogi részvételét Bécs és Budapest jövőbeli kiegyezéseiben. A 43. törvénycikk pedig utalva a tizedikre, annak ellenére, hogy elvileg a közös törvényhatás közös törvényhozás hatásköre volt, többek között a horvát autonóm kormánynak tartotta fenn az állampolgársággal kapcsolatos kérdések végrehajtását. 70. törvénycikk arról rendelkezett, hogy a kiegyezés csak azon a módon lehet módosítani, ahogyan azt megkötötték, vagyis kizárólag egy horvát-magyar paritásos egyezménye. A horvát különállás legfontosabb kevéke, amely a magyar koronán belül horvát államiság mutatójáként lehet és kell tolmácsolni, az 59. paragrafus. Ebben az áll, hogy Horvátország és Szlavónia saját területtel bíró politikai nemzet, amelynek a belügyben saját törvényhozó hatalma és autonóm kormánya van. Emellett viszont azt is figyelembe kell venni, hogy Horvátország a dualizmus idejében a magyar politikai keret egészének a része volt, azt képezte, és ebben az osztrák-magyar kiegyezés szellemiségében és értelmében az államiság jogi attribútumával, attribútumaival is bírt. Ugyanakkor a horvát részvételi lehetőségek ebben a felettes államiságban szimbolikusak voltak. Ráadásul a saját korlátozott államiságának a kihasználása többnyire egy szerény, deklaratív szinten történhetett, és mindennek a gyakorlatban pedig alig volt lényegi vagy nagy haszna. Bogoszláv Šulek, horvát jogász, a Horvát alkotmány és alkotmányosság 1882 című műnek a szerzője egyenesen így írt. Minden, amit a mi kormányunk aláírásra a koronához beterjeszt, azon a budapesti horvát miniszteren keresztül történik, aki a minisztertanács tagja, de csak a magyar parlamentnek felelős. Ezután ezek a beterjesztések a tanácsban keringenek, ami nincs a miniszter ínyére, azt azzal az észrevételvel utalja vissza bánhoz, hogy azt az adott formában különböző módosítások nélkül nem lehet a koronának felterjeszteni. Drugo bitno pitanje, koje je u neposrednoj vezi s tumačenjem sadržaja, opsega i dosega hrvatske državnosti u razdoblju dualizma, svakako je pitanje je li hrvatsko-ugarska nagodba međudržavni ili čak međunarodni ugovor dvaju pravnih subjekata ili je riječ samo ugovornom odnosu unutar jedne zemlje. Zanimljivo je da je u mađarskom i hrvatskom tekstu hrvatsko-ugarske nagodbe jednako pisalo da Ugarska i Hrvatska sačinjavaju jednu te istu državnu zajednicu, tako naspram ostalim pod vladom njegova veličanstva stojećim zemljama, kao što i naspram inim državama. To je utoliko osebujnije kad znamo da u Austro-Ugarskoj nagodbi, čak i ako uzmemo u obzir, samo zakonski članak 12. Ugarskog sabora iz 1867. kao iscrpniji i detaljniji od Austrijskog nagodbenog zakona, nije uopće bilo odredbe koja bi zemlje Ugarske krune na tako izričit način dovodila ne samo u jednakopravni odnos prema ostalim Habsburškim zemljama, nego i prema inim državama. Tek je jedna druga odredba u tom zakonu propisivala
da izvanjske poslove Ugarska zajedničkim smatra, vezujući pritom spoljašnjih dijela ministra u pogledu međunarodnih ugovora i zastupanja u inozemstvu samo uz suglasje obostranih ministarstava, to jest austrijske i mađarske vlade. Neki su u Hrvatskoj na temelju toga tvrdili da zajednički ministar vanjskih poslova prilikom sklapanja međunarodnih ugovora sa sadržajem koji se tiču predmeta u opsegu hrvatske autonomije treba tražiti privolu bana. Štoviše, smatrali su da bi takve ugovore trebao na neki način odobriti Hrvatski sabor. A másik olyan kérdés, amely közvetlen kapcsolatban van a dualizmuskori horvát államiság lényegi, sőt, tartalmi tolmácsolásával, az, hogy a horvát-magyar kiegyezés államközi, sőt, mondhatjuk úgy, nemzetközi érvényű dokumentum volt-e, vagy csupán a viszonyrendszerrel kapcsolatos kérdések egy államon belüli egyezmények. A kiegyezés magyar és horvát nyelvű szövegében ugyanis egyformán az áll, hogy Magyarország és Horvátország idézőjelbe egy és ugyanazon idézőjel bezárva államközösséget alkotják, idézőjel megnyitva, ellentétben ő felsége többi országával és az egyéb államokkal, idézőjel bezárva. Ez annál inkább figyelemre méltóbb, ha tudjuk azt, hogy az osztrák-magyar kiegyezésben még akkor is, ha figyelembe vesszük, az osztrák kiegyezési törvénytől egyébként teljesebb és részletesebb 1867-es Magyar Országgyűlés 12. törvénycikkeit, egyáltalán nem volt olyan rendelkezés, amely a magyar korona országait ilyen határozottan nem csak a többi Habsburg területtel, hanem a külföldi államokkal szemben is megkülönböztette. A törvény egy másik rendelete pedig azt írt elő, hogy Magyarország idézőjelbe a külügyek kérdését közös ügynek tartja, idézőjelbe zárva, amelyet a nemzetközi szerződések megkötésekor és a külföldi képviseletekben a, és itt ismét idézőjelben a külügyminiszter, tehát a közös külügyminiszter képvisel a két minisztériummal, vagyis az osztrák és a magyar kormánnyal egyeztetve. Horvátországban ez alapján igen sokan azt állították, hogy olyan nemzetközi szerződések megkötésekor, amelyek a horvát autonómiát is érintették, a közös külügyminiszternek a horvát bán jóváhagyását is kérnie kell. Sőt, olyanok is voltak, akik úgy vélték, hogy minden nemzetközi szerződés megkötése előtt a horvát szábor, ugye a horvát országgyűlés jóváhagyására is szükség van. Hrvatsko-ugarskom nagodbom 1868. uređeni su odnosi između Hrvata i Mađara za sljedećih pola stoljeća. Gotovo jedino veće političko pitanje koje je bilo samo provizorno definirano, bilo je riječko pitanje. Pravo na rijeku polagali su i Hrvati i Mađari, a predstavnici Riječana bili su naklonjeniji Mađarima jer su u povezivanju s Ugarskom vidjeli pretpostavku za gospodarski uspon grada kao glavne izvozne luke povezane željeznicom s panonskom unutrašnjošću. U sporu oko rijeke presudio je Franjo Josip, ali je on to učinio tako da rijeku nije dodijelio ni Hrvatskoj ni Ugarskoj, nego je ona i nakon dodatnih hrvatsko-mađarskih pregovora poslije sklapanja nagodbe ostala posebno područje pod nadzorom mađarske vlade. Međimurje, Vojna Krajina i Dalmacija nisu bili u užoj jezgri hrvatsko-mađarskih prožimanja, ali su povremeno u većoj ili manjoj mjeri dospijevali u žarište obostranih interesa. Utoliko je njihova uloga u hrvatsko-mađarskim odnosima toga doba, ma koliko povremeno značajna, bila rubna, to jest bila je samo dio ukupne problematike odnosa između Hrvatske i Ugarske. Međimurje je još početkom 1861. dekretom Franje Josipa uklopljen u Ugarsku. Što se tiče hrvatsko-slavonske vojne krajine, ona je ranih 1870. godina razvojačena, čime je otvoren proces njezina postupnog integriranja u hrvatsko-slavonski politički okvir unutar zemalja Ugarske krune. Dalmacija je prema hrvatsko-ugarskoj nagodbi također pripadala zemljama Ugarske krune,
No to je bilo samo deklarativno rješenje bez stvarne važnosti, jer je Dalmacija istodobno bila neraskidivi dio austrijske polovice dvojne monarhije. Az eltérő jogi értelmezések ellenére viszont az is tény, hogy az 1868-as kiegyezése az elkövetkező fél évszázadra rendeződött a horvát-magyar viszonyrendszer. Az egyetlen politikai kérdés, amely provizórikus volt, a Fiume kérdése volt. Fiumére ugyanis a horvátok is és a magyarok is igényt tartottak, de, és ez érdekes, magának a városnak a lakói magyar pártiak voltak, mivel a legfontosabb kivitelű kikötő gazdasági felemelkedését a Pannon hátországgal összekötő vasútban látták. Fiume kérdésében végül Ferenc József döntött, aki azt nem csatolta végül sem Horvátországot, sem Magyarországot, és így Fiume a horvát-magyar kiegyezést követően a magyar kormány felügyelete alatt lévő, ugye a magyar köznyelvben corpus separatumként létező, regnáló és funkcionáló terület maradt. A Muraköz, a katonai határőrvidék, Krajna, ugye az a terület, ami majd a 90-es években ismételten hatványozottan előtérbe került Jugoszlávia szétesésénél, és Dalmácia bár nem szerepelt a magyar-horvát viszony fő sodrásában, ugyanakkor időnként kisebb vagy nagyobb mértékben mégis a kölcsönös érdekek fókuszába került. Bármennyire is volt az adott időszakban ez a kérdéskör fontos, mindent összevetve a horvát-magyar viszonyrendszer egészének csupán egy szegmentumának számított. A Muraköz még 1861 elején Horvátország része vett, tegyük hozzá, ugye Ferenc József dekrétumával. A horvát szlavon katonai határőrvidéke pedig végül 1870-es évek elején leszerelték, felszámolták, és ezzel megkezdődött ennek a területnek a magyar Szent Koronán belüli, igaz, a magyar Szent Koronán belül, de mégiscsak a horvát szlavon politikai keretek közé való beillesztése. Dalmácia a horvát-magyar kiegyezés értelmében szintén a magyar Szent Korona részét képezte, része volt, de tegyük hozzá csak deklaratíve. Ugyanis valódi megoldás ebben a kérdésben nem volt, nem születhetett, mivel Dalmácia jogilag a kettős monarchia osztrák felének az elválaszthatatlan részét is képezte. Iz hrvatske perspektive nema dvojbe da su obje nagodbe, Austro-Ugarska i Hrvatsko-Ugarska, zakonski akti s neupitnom ustavnom težinom. To konkretno znači da je Hrvatska tek tada, posle iskustava s novim apsolutizmom tijekom 1850-ih i eksperimentima tijekom prve polovice 1860-ih godina, ušla u razdoblje ustavnosti i počela živjeti ustavnim životom u mjeri u kojoj je on u postojećim prilikama bio moguć. Jednako je tako i Ugarska nagodbom s Franjom Josipom 1867. ponovno, nakon zakonskih rješenja iz 1848. stekla ustavnost, doduše u modificiranom obliku. Štoviše, ustavni je poredak uveden tada i u pokrajinama koje su se ubrajale u austrijsku polovicu Austro-Ugarske, jer je u zakonski članak Ugarskog sabora o zajedničkim poslovima bila ugrađena odredba koja je to izrijekom zahtijevala. Azt is el kell mondanunk, hogy horvát szemszögből nézve az kétségtelen és egyértelmű, hogy mindkét kiegyezés, osztrák-magyar és a horvát-magyar is alkotmányjogi súlya bíró, megkérdőjelezhetetlen jogi aktusnak, törvénynek számított. Ez konkrétan azt jelentette, hogy Horvátország az 1850-es évek új abszolutizmusa és az 1860-as évek kísérletei után az alkotmányosság szakaszába visszafordíthatatlan és végérvényes szakaszába lépett, és ott az alkotmányossági kereteket úgy élte meg, ahogyan az adott körülmények között lehetséges volt. Magyarország 1867-ben Ferenc Józseffel történt kiegyezése, igaz, módosított formában, de az 1848-as törvényi rendelkezések után újra alkotmányosságot nyert. Sőt, az alkotmányos rend, azt is lehet mondani, paradox módon ekkor terjedt ki az osztrák tartományokra is, mert azt a Magyar Országgyűlésnek a közös ügyekkel kapcsolatos törvénye kifejezetten elvárta, megkövetelte.
Mađarska historiografska i publicistička literatura, evo malo i o historiografiji, i danas rado ističe da je Hrvatska u nagodbenoj uniji s Ugarskom uživala široka autonomna prava kojima gotovo nije bilo sličnog primjera u Europi. Hrvatska historiografska i publicistička literatura, koliko god pozitivno vrednovala hrvatsko-ugarsku nagodbu kao uspjeh hrvatske politike, koja je konkretizacijom autonomne posebnosti u zadanim okvirima sačuvala hrvatski državni kontinuitet, redovito ukazuje na podređenost Hrvatske u nagodbenoj zajednici s Ugarskom, na česta kršenja nagodbe i brojne nesporazume, na prevlast Mađara kao jačeg partnera itd. Nema nikakva spora da je položaj Hrvatske u savezu s Ugarskom prema hrvatsko-ugarskoj nagodbi bio neusporedivo bolji nego što bi bio prema zakonima Ugarskog sabora iz 1848. S druge strane, neosporno je i to da Hrvatska u Austro-Ugarskoj nije bila država u pravom smislu riječi, jer je samo monarhija kao cjelina bila potpuno suveren subjekt međunarodnog prava, iako je Hrvatska unutar nje posjedovala elemente državnosti. Slikovito rečeno, Zagreb nije bio niti je mogao biti jednak Budimpešti i Beču, jer da je to bio, onda to ne bi bio dualizam nego trijalizam. Toga međutim u Austro-Ugarskoj nije bilo, iako je takvih ideja i zamisli bilo. A magyar történet és publicisztikai irodalom napjainkban is örömest hangsúlyozza, hogy Horvátország a Magyarországgal alkotott kiegyezéses unióval olyan széleskörű autonóm jogokkal bírt, amelyekre jóformán nem volt hasonló példa Horvátországban. A tövevőző felszólalók is kiemelték. A horvát történeti és publicisztikai irodalom viszont akármennyire is pozitívan értékelte értékeli a horvát-magyar kiegyezést, mint a horvát politika sikerét, amely az autonóm különbözőségek konkretizálásával megőrizte a horvát államiság kontinuitását, rendszeresen rámutat Horvátországnak a Magyarországgal alkotott államközösségi alárendeltségére, a kiegyezés pontjainak gyakori megszegésére, a számos félreértésre, az erősebb partnerségből fakadó magyar túlsúlyra, hegemóniára, stb. Vitathatatlan, hogy Horvátország helyzete a horvát-magyar kiegyezés következtében összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint a Magyar Országgyűlés által 1848-ban elfogadott törvények esetében. Másrészt az is tény, hogy Horvátország annak ellenére, hogy az államiság egyes elemeivel bírt, jogi értelemben mégsem számított külön államnak Ausztria-Magyarország keretén belül, mivel a nemzetközi jog csak a monarchia egészét tekinti annak. Festőjesen szólva, ábrázolva, Zágráb nem volt, és nem is lehetett egyenlő sem Budapesttel, sem Bécssel, mert ha így lett volna, akkor nem egy dualista, hanem trialista államról kellene beszélni. Ausztria-Magyarország pedig történeti szempontból, de jogi értelemben sem volt, számított annak. Na kraju, príroda dualizma u Podunavskoj monarhiji bila je takva da je isključivala bilo kakvu mogućnost da Hrvatska postane treća državna jedinica, ali nije isključivala minimum hrvatske autonomije. Ostala je samo otvorena dvojba bi li unija između Hrvatske i Ugarske trebala biti poštenija sa stajališta hrvatskih interesa ili bi trebala više odgovarati državnom jedinstvu Ugarske polovice Austro-Ugarske. Ključne spoznaje o političkim akcijama ugarsko-hrvatske vlade u vrijeme dualizma pokazuju da zemlje ugarske krune u Austro-Ugarskoj nisu bile konstituirane prema načelu nacionalne ravnopravnosti. Ali te spoznaje isto tako pokazuju da Hrvatska kao državni fragment zemalja ugarske krune u to vrijeme nije nipošto bila na mučilištu, kako su neki tvrdili, i da nagodba per se nije bila tek puka obmana, kako su također tvrdili. Austro-Ugarska je bila uređena i prominentna srednjoevropska država u kojoj je samo Hrvatska posjedovala državno-pravnu autonomiju i u kojoj se hrvatska nacionalna misa oširila izvan granica Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. S druge strane,
Habsburški je dualizam ostao do kraja dvojne monarhije ključna zapreka za političko sjedinjenje hrvatskih zemalja i teritorijalno povezivanje moderne hrvatske nacije. Na kraju Prvoga svjetskog rata Austro-Ugarska se raspala, čime je za Hrvatsku, kao i za ostale zemlje u sastavu bivše monarhije, započelo novo, sasvim drugačije poglavlje povijesti. Hvala lijepa. Végezetül pedig a dualizmus természete a Dunai monarchiában olyan volt, hogy bár kizárt annak a lehetőségét, hogy Horvátország abban egy harmadik állami egység legyen, vehessen, de ennek ellenére nem utasította el a horvát autonómia minimumát. Csak az a bizonytalan kérdés maradt nyitott, hogy a horvátai érdekek szempontjából a kiegyezés lehetette volna tisztességesebb, vagy inkább jobban kellett volna annak megfelelnie, úgymond a magyar fél állami egységével kapcsolatos gondolatainak. A dualizmuskori magyar horvát kormányok legfontosabb politikai akciójuk ugyanis azt mutatják, hogy a magyar korona országai, Ausztria Magyarországon nem a nemzeti egyenjogúságon lettek megalkotva. Ugyanakkor az is tény, hogy Horvátország, mint a magyar fent korona országának a része egyáltalán nem volt idézve ugye a korabeli terminust elsősorban a jugoszláv időkből kínpadó, ahogyan azt egyesek állították, és a kiegyezésen volt kész megtévesztés. Ausztria-Magyarország ugyanis egy rendezett és kiemelkedő közép-európai állam volt, amelyben csak Horvátország rendelkezett az államiság jegyeivel is bíró autonómiával, és ahol a horvát nemzeti gondolat Horvátország, Szlavónia és Dalmácia határain túl is terjedt. A másik oldalról ugyanakkor a Habsburg dualizmus a kettős monarchia végéig a kulcsakadálya volt az akkori horvát területek politikai rendezésének és a modern horvát nemzet területi egybekapcsolásának. Az első világháború végén Ausztria-Magyarország fétesett, és ezzel Horvátország, de az azt alkotó többi állam számára részére is egy teljesen új történelmi fejezet korszak kezdődött. Köszönöm a figyelmüket. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönjük Zsiánkó Horvát professzor előadását, Dévevári Zoltán kollega úrnak a tolmácsolást. Egyetlen egy pontosítást engedjenek meg. Az írott szövegben pontosan szerepelt, valószínűleg a fordításban nyelvbotlásként. A helyes megállapítás az, hogy a Muraköz 1861 elején Magyarország része lett Ferenc József dekrétumával, tehát nem horvátországi, hanem magyarországi.